Feltételekkel fogadta csak el a város vételi ajánlatát az ETF fő tulajdonosa. A határidő ma reggel járt le. Nagy Ferenc közjegyzői okiratban közölte a feltételeit, mint arról beszámoltunk az önkormányzat a klub alapítási dátumára utalva 1920 forintot kínált a részvénycsomagért, hogy utána saját céget alapítva működtesse az Egyesületet. A szurkolók ma reggel ezt az 1920 forintot borítékban elküldték Gyutai Csaba polgármesternek, jelezve, hogy a drukkerek támogatják a város terveit. Igen, kaptunk egy választ. Ez a válasz ez megnyugtató is, meg nem is. Közjegyző okiratba foglalva Nagy Ferenc nyilatkozott arról, hogy a vételi ajánlatot elfogadja, de kötöttségekkel fogadja el, további tárgyalásokat és további egyeztetéseket kér pénzügyi természetű kérdésekről elsősorban.